Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól, június 26-ára és június 27-ére. A hold az indiai számítás szerint a Bika jegyében van, ahol a hold nagyon jól érzi magát, hiszen itt ki tud bontakozni. Itt érzelmekről van szó, a nyugalomról, egy szép környezetről, amikor tudjuk élvezni az életet. Itt a Bika jegyében van az indiai számítás szerint Merkur bolygó és Vénusz bolygó is. Itt lesznek cselekvések, komoly beszélgetések és szerencse a szerelmi életet illetően, hiszen Vénusz bolygó a Bika jegyében otthon érzi magát, uralkodik a Bika jegye felett. A hold csökkenő fázisban van, közeledik a naphoz. Ha ezt eléri 29-én, akkor új hold van, és az majd azt fogja jelenteni, hogy legyünk visszahúzódóak, meditáljunk valami felett. Itt kapcsolatokról van szó. De ez 29-én lesz. Az indiai mitológia szerint a hold egy fiatal férfi, Chandrának hívják. És ez a fiatal, nagyon szép férfi beleszeretett Rohiniba. Rohini a nagy-nagy szerelme. És Rohini az a hajnalt szimbolizálja, ami jelent egy új kezdetet. Itt lesz egy új irány, egy új kezdet. És mivel ezek szerelmesek voltak, Rohini und Chandra, ez kihat a szerelmi élet területére. Itt lesz egy új kezdet, lesz egy bizonyos helyzet, ami megszépíti a dolgokat, lesz közeledés, és ez örömteli számunkra, ez a szerelmi energia. Mars bolygó 26-án még a halak jegyében van. Itt érzelmekről, álmodozásokról van szó. 27-én áttér a kos jegyébe, ahol Mars bolygó jól érzi magát, hiszen uralkodik a kos jegye felett. Tehát lesz egy erős Mars energia. Mars bolygó most a határon van. Áttér a halak jegyéből a kos jegyébe, ami utal a lelkesedésre, a mozgásra, a szenvedélyekre, hiszen a kos jegye a tűz eleméhez tartozik. De ezt a helyzetet, amikor így határon van egy bolygó, Dasha Sandhi energiának nevezzük, illetve energia mezőnek nevezzük, Dasha Sandhi. Ez azt jelenti, hogy mielőtt itt lesz egy új irány, egy új kezdet, le kell zárni valamit a múltból, hiszen itt a határon van ez a bolygó. Tehát valamit lezárni, vagy egy kapcsolatot lezárni, és lassan odafigyelni a dolgokra, hogy legyen egy új kezdet, kell egy kis türelem. És ezt átélik a férfiak, hiszen Mars bolygó a férfiakra utal, de kihat a szerelemre is, hiszen ez a Mars bolygó energiája lehet a lelki társunk is. Most a napokban jól fogunk cselekedni, lesznek előnyös szerződések, jó kapcsolatok, beszélgetések, és lehet szerencse az anyagiakat illetően, lehet itt egy nyeremény. A párkapcsolatot illetően megvan ez a szerelmi energiamező, de lesz egy új kezdet, vagy valahogy még olyan lassan mennek az események, kell egy kis türelem, amíg itt kivirágzik, kibontakozik valami.
És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!